munkavállalók biztonsága, egészségvédelme szempontjából a megelőzés legfőbb szabálya, a kockázatot el kell kerülni, és a veszélyt annak megjelenésekor kezelni kell. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a veszélyforrásokat, a kockázati tényezőket fel kell tárni. Kockázatértékelést kell készíteni, ahol azonosítani kell, mik a veszélyek, milyen környezetben, milyen anyaggal és eszközzel dolgozunk, a munkavégzés milyen megterhelést jelent, vannak-e előírások és mi a jól bevált gyakorlat. Kockázati tényezők lehetnek az időjárás kedvezőtlen hatása, szabadban, hidegben, melegben végzett munka, eszközök használata, porral szennyezett munkahelyi levegő, allergizáló anyagok, nehéz fizikai munka, egyoldalú terhelés, egyedül vagy elszigetelten végzett munka, anyag tárolása, rendezetlensége, botlásveszély, magasban végzett munka, tárgyak leesése, anyagok elmozdulása, kényelmetlen testhelyzetben végzett munka, villamos áram veszélye, zaj, szállítóeszközök, betanítatlan vagy gyakorlatlan munkavállalók, kézi szerszámok okozta mechanikai rezgés, védőfelszerelések hiánya, a munkafolyamatok során a munkavállalók egymáshoz való viszonya. Akkor mit is kell tennünk? Ismerjük fel a veszélyt, becsüljük meg a kockázat mértékét, hatástalanítsuk a veszélyforrást, váltsuk ki veszélytelenre, használjunk védőeszközöket, ha indokolt, adjunk védőitalt, alkalmazzunk védőberendezéseket, legyünk körültekintőbbek.